Elindult az elmúlt évtized legnagyobb méretű erdősítési kampánya. A romániaiak ültetnek egy országnyi erdő elnevezésű kampányt a Környezetvédelmi Minisztérium kezdeményezte. A tárcavezető elmondta, nagyok az elvárásai. Több mint 50 millió facsemetét ültetnek el idén Romániában. Ezt Kostél Alexei környezetvédelmi miniszter jelentette be egy faiskolába kihelyezett sajtótájékoztatón. Elmondta, országos szinten hozzávetőlegesen 13 ezer erdősítésre kiszemelt területen zajlik majd a kampány. A tavaszi kampányban 33 millió csemetét ültetünk el, az ősziben további 20 milliót. Ha napi átlagot számítunk, ez egy nap 500 ezer elültetett csemetét jelent. Be akarjuk bizonyítani, hogy a román állam, a kormány értekelt ebben a kampányban, és a minisztérium az alárendelt intézményeivel, a román társadalom és a nem kormányzati szervezetek megadják ezt az esélyt Romániának. Hozzátette, ez további számokban azt jelenti, hogy 2500 erdőt telepítenek majd a nulláról, 1000 hektárnyi erudált talajon és 7000 fiatal Erdőben ültetnek majd facsemetékét. Közel tíz éves nem kormányzati tapasztalatom azt mutatja, hogy a nem kormányzati szervezetek rendkívül érdekeltek lesznek ebben a kampányban, mi több, sokan már az elmúlt tíz évben is sokat tettek ennek érdekében. A minisztériumhoz beérkezett jelzések is azt mutatják, hogy nagyon várják, hogy részt vehessenek a kampányban. A környezetvédelmi tárca illetékesei szerint az erdősítése elsősorban azért van szükség, mert Romániában évente közel 39 millió köbméternyi fát vágnak ki, ebből 20 millió törvénytelenül. Az Európai Bizottság a közelmúltban kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen az illegális kitermelés miatt, egy hónapot adva a rendszer szintű hibák kiavítására. A mostani faültetési akció megkirdetése vélhetően erre az eljárásra próbál választ adni.